A két forduló után még pont nélkül álló Budaörs ellen a hazaiak voltak az esélyesek, és a Latko Gyonovics együttese ennek szellemében kezdte a mérkőzést. Negyed óra elteltével 8-4-re vezetett a Kisvárda, és a 4 gólos különbség meg is maradt az első félidő végéig. A második játékrészben egészen a hajláig tartották magukat a gyors kézilabdára törekvő vendégek, az utolsó 10 percnek 22-18-as állásnál vágtak neki a csapatok. A végére elfáradt a Budaörs, a házigazda sorra lőtte a gólokat, így végül 9 gólos különbséggel szerezte meg második hazai győzelmét a Kisvárda. Megérdemeltük a mai győzelmet, végiguraltuk a mérkőzést, keményen játszottunk. Okosan támadtunk, a héten kielemeztük a Budaörs játékát, és amit elterveztünk, végre is hajtottuk. 31 gólt tudtunk lőni, ami elismerésre méltó teljesítmény. A vendégek edzője szerint a Kisvárda megérdemelten győzött még ilyen különbséggel is. Gratulálok a hazaiaknak, azt gondolom, hogy végiguralták a mérkőzést, sokkal jobban játszották azt a játékot, amit ők szerettek volna, és mi erre készültünk, gyakorlatilag semmit nem tudtunk abból megvalósítani a védekezésben, amit szerettünk volna, és nagyon nem kaptunk mást, ezért volt fájó, tehát azt gondolom, hogy nyilván ez a hazaiak dicsérete. Igazából ennyi, ugye ez már a második olyan mérkőzésünk, ahol volt tét, és sajnos úgy látom, hogy itt kitkeresendő a fő probléma. Az, ami ideig erősségünk volt, hogy kritikus helyzetben, mikor nyakunkon volt a kés, és szépen mentünk, és jól tudtunk kritikus szituációkat megoldani. Ez most azt gondolom, hogy nagyon rendkívül bizonytalanná teszi a csapatot, úgyhogy ez volt a legnagyobb problémánk. Az NB1 tabelláját a 8 pontos Győr vezeti a szintén 100%-os Ferencváros előtt. A 3 meccsen 5 pontot gyűjtő Kisvárda a 4. helyen várja pénteki debreceni vendégjátékát.